A hagyomány szerint ágyúdörgés jelzi a Tűzzel-Vassal fesztivál kezdetét minden évben. Idén sem lesz ez másként. Ismét egy napra kézművesek, kovácsok költöznek a Rácz utcába, hogy bemutassák tudásuk legjavát, és lesznek, akik portékáikat kínálják. Az idén nagykorúvá nőtt fesztiválon újdonságokkal is várják a látogatókat, hiszen az eddig megszokott kiállítók mellett történelmi fegyverkészítők, páncélos sisakkészítők, alapanyaggyártók is képviseltetik magukat, hangsúlyozta a programot beharangozó tájékoztató keretében Szenci Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke hétfőn. Mi a népművészeti vonalat képviseljük, tehát népművészeti rendezvény. Nagyon sok mesterségbemutatóval, kézműves foglalkozással, felnőtteknek is, gyerekeknek is egyaránt. És mivel Székesfehérvár és aranybulla fogalma összekapcsolódik, az aranybulla 800. évfordulójára ehhez is kapcsolódunk előadással, a felnőtteknek, gyerekekkel pedig játékokat készítünk majd el. Az egész napos programot Lerner Zsolt alpolgármester nyitja meg szombaton 10 órakor, aki híradónknak azt mondta, ismét egy unikális fesztiválnak lehetünk részesei, ahol a késes és kovács szakma színejava képviselteti magát az ország minden tájáról, de még határainkon túlról is. 62 kiállító, illetve vásározó lesz itt, még határon túlról, Csehországból és Szlovákiából is. Gyakorlatilag a különlegessége abból is adódik, hogy ilyenkor itt a Rácz utca élettel megtelik a Fehérvári Kézművesek Egyesületének köszönhetően, és ez csatlakozik a szerb nemzetiségi önkormányzat és a szerb egyház közösség, a szerb ortodox templomot és a templomkertjét ilyenkor megnyitja és láthatóvá teszi. Emellett a kicsiket többek között népi játékok, foglalkozások, a felnőtteket késkiállítás, bemutatók, színpadi produkciók várják, de a hölgyek számára lesz asszonyműhely is a nap folyamán.